Na üdv mindenkinek, sziasztok, én Farkas Robert vagyok, alias Turbinyó, és most elkezdjük itt a labirintusnak a második chapter 2 részét. Aki az elsőről lemaradt volna, az pedig tüstén menjen fel a YouTube-omra és nézze meg, hogy mégis mit fogok látni. Maradjunk annyi, hogy eszméletlen módon el lehet tévedni egy olyan folyosón, amint semmit nem látsz előre. Van egy zseblámpád, amivel a töködig látsz maximum, és egy grammal se tovább. Meg a kis szellem. Az szerintem mindegyiknek a kis egyik kis kedvenc cuki kis eleme lett a játéknak, és nekem is imádtam. Jézus. Na mindegy, vágjunk bele a második részébe, ugye a chapter 2-be, ugye 5 részből áll ez a második kör. Nézzük is meg, hogy milyen. Remélem, hogy masszív lesz, mint az első. Tuti zihár! Na mindegy, vágjunk bele. Szóval megvan itt a lámpionunk. Itt van ugye a kezembe, ez a szuper, amivel tényleg csak és kizárólag a lábunk alatt lévő gombapelyheket lehet látni. Hát nyilván az, miket annyira nem érdekel. Engem a távolra világítós lámpa, fény, oszlop, mohiátum. Na, engem az az, ami mozgat, hiszen ugye, ha távolra látok, az jó, mert nyilván tudom, hogy mi van a lábam előtt. Na, annyit tudok itt még ezekről a részekről, meg ennyivel még azért előrébb haladtam, mint ahol ugye voltunk, hogy itt valami lényt fogunk mi kiengedni hamarosan. És az a lény fog minket hamarosan betenni egy olyan kis kellemetlen szisztémába itt a falakon túl, hogy kiszabadul, bazd meg. És az, hogy kiszabadul, azzal még nincs is semmi baj, ha nem akarnak keresztbe harapni a nyakamat. Az pedig tripla X-en kívül máshol nem jó. Halljátok? Magnifik hang volt. Na mindegy. Igen, ez a kis aranyos kis hörgő lényecske, aki igazából egy tüsztős mandula gyulladás áldozata valószínűleg valószínűleg. Na ő az, aki most minket kergetni fog. Szóval, oké, megvan a következő. Prodioctum, oké, rendben, oké. Greenhouse, farm field, current empty present. Oké, király. Megoldunk itt mindent, felvesztük ezt. Lehet is hallgatni, hogy mégis mi van. Ide kéne tovább jutni. És most nyitottuk ki. Most lett kiengedve a köcsög! A köcsögölő! A biceps János! Úgyhogy nézzük, mi van vele. Kicsit tegyük már félbe játékhangot, mert olyan halk. Legjobb! Csak hogy telefonon is sikíts! Úgyse fogsz. Mi az anyád volt itt balra? Mi a... Hogy nézel ki, te teleszart búvárruha? Azt látta? Nem, az nem fog engem bántani. Ne! Bánci! Halló! Halló! Te hallod? Az első kapunál, amelyek rögtön hörög már nekem balra. Hogy nézel ki, bazd? Na srácok, ezért ne drogozzatok, hallod? A végeredménye én csodás test lesz. Mindenféle gombának meg baktériumnak a lelőhelye leszel. Azt úgy kettényid, bazd meg. Oké. Jó, nem baj. Igazából annyira nem hardcore. De maradjunk annyiba, hogy nem szép. Az fixen nem szép. Nem túlságosan playmate model, az a humanoid létforma, vagy mi a szent szar. De várjál, azt még hagyján, hogy ketté nyílt a teste. Mitől világít a szeme? Nem tudom, milyen rave partin szívtál valami tudszod, de abból szerintem mindenki kérne egy slukkot, mert azért valljuk be, ha már világít a szemed és úgy viselkedik, mint egy neon, az jó. Várjál, az ajtó ki van nyitva, akkor igazából az megtörtént, amit ott csináltam. Jó. És hogy itt amúgy mi a szart kell csinálnom? Valami karikákat kell keresnem, hallod? Halló, karika! Jaj! Karika! Úristenem, ezek a folyosók, hallod? Közben bocsánat, hogy én megfúzom a gép előtt. Úristenem. Jó, hát az egy zsákutca volt. Masszívan. Várj, és mi van akkor, hogyha ezzel a lámpával tudok csak valamit csinálni? Úristen, ez még szarabb ez a lámpa, hallod? A tipikus csak egy centire lát, de tényleg. Vagy lehet, hogy azért adta ezt a lámpát a játék, mert hogy ez az a lámpa, amire az a lény nem húzza fel a fejét? Nem tudom, még közül, bocsánat. Jaj!
Nem emlékszem, hallod, már azt sem tudom merre voltam, mert arccal előre, hallod. Aha. Uha. Jó, ez is megvan. Király. Valami kaja volt itt, srácok. Valami epic kaj, hallod? Ez egy bolonyai előétel részleg. Nagyon helyes. De pedig kösz szépen, Enor, hogy beléptél a játékba, és mindjárt kiléptet engem a gameből. Nem baj. Van 5 percem. 5 minutes left. Nem baj. Aha. Mi az anyád? Ez mi? Hallod, a kapu miatt már tényleg nem tudom, hogy hol vagyunk. Ja de, nem, ez az első kapu, itt jöttem be. Azt hiszem. Hogy nem? Ezek a hangok. Úgy élem. Baszd meg! Hogy jött rám az édes, hallod-e? Hallod? Nem jön te a csöcsömből? Fúj. Jó, várjál, akkor próbálom a másik lámpát, mert valószínűleg tényleg az a, azért kell ezt használnom, mert ha rávilágítok, azonnal észreveszi a köpönnyeri mirigy arcomat. És az nem jó. Akkor menjünk erre. Hú, gyerekek, azért ez így nem lesz túlságosan hosszú távú játék kompatibilitás. Ez a látótávolság, azért valljuk be. Hú, bazd meg, hol vagyunk. Na ez mi a szent zsák? Haló? Most mindenkinek oda kell világítani, mert az ott egy lámpa. Tuti. Hallod? Biztos vagyok benne, hogy ez... Valami pedig ilyesmi jellegű dologról van szó. Hogy azokat meg kell mozdítanom, csak még nincsen meg a cucc, amivel... Mi van? What? Csak még nincsen meg az a cucc, amivel szerintem ezeket forgatni tudom. Már itt a leírás a játékhoz. Ah, Kazi. This is Officer Mills. I heard someone wandering right through the maze. Likely whoever shut that gate behind me. Aha. Mindenkinek oda kell világítania. Meanwhile, I've run into another damn puzzle. I'll leave a note when I figure this thing out. Most of things won't turn. Aha. Nem mindegyik forog. Az jó. Aha, be is kapcsolt. Jó, és hogyha ezt megmozgatom, akkor az előző az vissza fog állni? Nem. Ez megvan. Aha, hogyha egyet elbaszok, akkor... Ja, értem. Ó, ez easy. Aha, és akkor visszafordulok mindegyik. Jó. Egy fordítás. Nem ez. Ó, hát ez így könnyű. Hála az égnek, ebből azért nincsen rossz agykérgem. Jó, akkor nézzük mondjuk most ezzel. Nem is ezzel. Ó, hogy a vihar rágja meg a töködnek az alsó mirigyének a sarkának a háromszögét. Nem baj, a legutolsó lesz az akkor, vagy az, vagy ez. Ez, oké. Nem is ez. Ó, hogy egyen meg a fejedet. Nem baj, ez viszonylag gyorsan meg lesz. Feltéve, ha Enor addig nem léptek ki a játékból. Ó, Enor! Aha, ez. Tudja, hogy amúgy ad a keresztbe, figyelj. És nem. Egy perc! 1 minute remaining! Az kellemetlen. Úristenem. Ne! Nem lesz így meg! Nem ez? Nem. Menj már innen, te búzarcú! Haló? Te hogy nézel ki? Ez engem megköcsögölt hátulról. Ez hátulról behatolt a nyílásomba, srácok. Nem jó értelemben. Hát ez marha jó. Hát ez úgy belém vágta a lőst,
Hasra baszódtam azonnal. És elvéreztem. Nem baj. Jó, azt a részt azt nem lesz nehéz amúgy megcsinálni. És ennyi volt a játék. Elor. Elor, Istenem! Miért teszed ezt velem? Mivel játszol egyáltalán? Mivel játszol? Galád? Olyan, amit 5 perc ott a bajc? Vagy olyan, amit reggelig nyomsz? Control. The Ultimate Edition. Ah, és ez mi a faszom? Ó! Oh. Akkor ha befejeztem, majd folytatom. Puszi!